Ők a győztesei annak a rajzversenynek, melyet még a földnapi alkalmával hirdetett a Magház, és melynek témája a környezetvédelme volt. A Covid-járvány okozta bezárás azonban lehetetlenné tette, hogy a legügyesebbek átvegyék elismeréseiket. Elsősorban a kisebb korosztály képviselőitől várták az alkotásokat, hiszen a környezetvédelem fontosságára felhívni a figyelmet nem lehet elég korán kezdeni. A rajzok azok természettel, környezetvédelemmel kapcsolatosak. Óvodás korosztályban, illetve az általános iskolában hirdettük meg a rajzpályázatot. Közel 100 rajz érkezett, főként az általános iskola alsó tagozatos gyerekek készültek most rajzokkal. Nagyon jó feldolgozásai érkeztek a témának, szóval meglepően le tudták fordítani a maguk nyelvére a környezetvédelmet, illetve nagyon sok állatos képet küldtek a gyerekek személyiségéből kifolyólag. Jager Zoé Fanni az egyik győztesként vehette át az elismerését, azt mondja, számára is fontos a földvédelme, ezért vett részt a versenyen, hogy így is kifejezze érzelmeit, gondolatait a természetvédelem ügye mellett a maga eszközeivel. Egy földet, aminek az egyik oldala ilyen beteg, a másik meg ott, ahol a régi világon, és ott még jó. Amikor még tiszta volt a környezet, és nem szennyezték az emberek. Földön élünk, és hogyha a föld elpusztul, akkor mi sem élnénk. Fanni szülei is egyetértenek azzal, muszáj tudatosan beszélni a gyerekekkel arról, milyen lehetőségeik vannak nekik arra, hogy védjék a környezetet. Kiskorban már jól föl vannak világosítva róla. Körültekintőbbek legyenek a gyerekek ezáltal. A Magház évek óta rendezi a földnapi rajzversenyeket, és minden esztendőben kimagaslóan sokan tesznek eleget a felhívásnak. A gyerekek így szinte észrevétlenül válnak részeseivé annak a küzdelemnek, melynek később tudatosan is harcosai lehetnek önmaguk, és mindannyiunk jövője érdekében.